kapcsolódik a germán gyógytudomány a párkapcsolati konfliktusokhoz és a megjelenésükhöz, azt akkor tudjuk értékelni, felfogni, hogyha megismerjük a germán gyógytudományt. Miről is szól, ki alkotta, milyen természettörvényei vannak, hogyan hasznosítható ez a tudás, ez a természettudomány a hétköznapi életben, illetve milyen összefüggései vannak a párkapcsolatokkal, az azon belül megjelenő konfliktusokkal, az azon belül megjelenő betegségekkel. Erről és sok egyéb másról fog a ma esti előadónk önöknek beszélni. Fogadják nagy szeretettel dr. Budai László Károlyt, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadót, GNM terapeutát. Köszönöm szépen dékának a bevezetőjét, és ugye akik nyomon követik a keddi webkonferenciákat, ők tudják, hogy ez már ugye a harmadik része ennek a sorozatnak, hiszen a legtöbb konfliktust a párkapcsolatban éljük meg, és nyilvánvaló azért döntöttünk amellett, hogy ezt a témát kiemelve fogunk egy külön webkonferenciát tartani, mert a jó szerettünk volna rávilágítani arra, hogy miként hatnak a párkapcsolataink a problémáinkra, az úgynevezett betegségeinkre, és próbáljuk ezt megbeszélni, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt idejében felismerjük, illetve hát, hogy javítsunk rajta. Az előző két részt is azzal vezettük be, hogy röviden bemutattuk a germán gyógytudomány több biológiai természettörvényét, és ezekként tudom, hogy hosszabb előadások az átlagosnál, de hát nyilván a téma is adja magát, hogy kimeríthetetlen. Megpróbáljuk mégis bizonyos keretek közé foglalni, és senki sem várjon 100%-os, mindenre kiterjedő magyarázatot és részletességbe belemenő hát prezentációt, csak felvetjük, hogy miről van szó, és akkor a részleteket szerintem majd a fórumban megbeszéljük. Tehát dr. Rike Gerdhammer munkásságának köszönhetjük mindazt, amit ma germán gyógytudomány néven ismerünk. Dr. Rike Gerdhammer a saját tragédiájából fedezte fel azt az öt biológiai természettörvényt, ami az egész életünket, felfogásunkat megváltoztathatja, ha egyáltalán tudunk róla, hogy miről szól. Az első biológiai természettörvényt Hammer doktor a rák vastörvényének nevezte, és csupán arról szól, hogy minden úgynevezett betegség valójában egy értelmes biológiai különprogram, EBK-nak rövidítve. Ennek az elindítása egy olyan érzelmi szintű megrázkódtatás, ami nagyon súlyos, váratlan, meglepetésszerű, drámai, érzelmileg megérintett nagy konfliktus. Ezt magányosan éljük át, és természetesen benne maradunk a konfliktusban. Na most ez a benne maradás fogja eldönteni, hogy milyen hosszan zajlik le ennek a konfliktusnak az első szakasza. De a lényeg az, hogy minden a lélek-agyszer szinten megy végbe. Tehát a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Ezt a lélek-agyszer tengelyt már sokan próbálták magyarázni, félremagyarázni, de olyan tudományos táblázatot, mint Hammer doktor, senki nem szerkesztett, nem alkotott meg, és ez német precizitással mutat rá arra, hogy milyen lelki megrázkódtatás, milyen szervi elváltozást fog hozni. Persze a lenyomat az agyi koponya CT-n látható. Azt se felejtsük el, hogy a konfliktus pillanatában, amit Hammer doktor DHS-nek nevezett, fiáról elnevezve Dirk Hammer szindrómának nevezzük, azok a kritériumok, amik tehát elindítják ezt a konfliktust, a konfliktus pillanatában a biológiánk rögzíti az úgynevezett sineket, vagyis azt jelenti,
hogy rögzülnek azok a körülmények, amelyek között megéltük ezt a bizonyos konfliktust, és innentől kezdve már konfliktusok, újabb konfliktusok nélkül is elindul az az adott program, amelynek az emlékeztető körülményei megjelennek az életünkbe. Ebből is következik, hogy a valós megoldás az érzelmi szintű megoldás, vagy kerülhetjük a sineket, mint a vadállatok az erdőben. Csak hogy az ember, mint emberi lény képes tudatosan feldolgozni mindazt, amin keresztül ment, képes megbocsátani, és képes másképpen élni az életét. És pontosan ezek azok a dolgok, amelyek a párkapcsolatban nagyon, de nagyon fontosak, mert megbocsátás nélkül nincs se gyógyulás, nincs hosszú párkapcsolat sem. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése lesz. Ezt már többször elmeséltem, elmagyaráztam, tehát soha nem az számít, hogy mi történt, hanem hogy az adott konfliktusba, párkapcsolati konfliktusba is, kinek mi a megélése. Schámer doktor példájában éppen egy olyan párkapcsolati konfliktusról van szó, amikor egy nő a férjét egy másik nővel az ágyban találja, mondjuk mikor hazamegy. És ennek a megélésnek lehet a következménye egy mély nyakrák, lehet az ágyéki gerincoszlopnak az érintettsége, tehát egészen egy csigolyaporckorong sér. Eljuthatunk a szimfízisnek, vagyis a szeméremcsont ízületének a fájdalmához, szétnyilásához. Lehet belőle egy félelem-undor konfliktus, ami aztán a változókorra cukorbetegségé alakul. Lehet területkijelölési konfliktus, ami hólyaghurutot, végső esetben hólyagdaganatot okoz, de ha nincs konfliktus, nincs betegség, vagyis ha érzelmi megrázkódtatás nem történik meg, akkor nem lesz biológiai következménye sem. A második biológiai természettörvény megmutatja, hogy ez az érzelmi megrázkódtatás által elindított értelmes biológiai külön program két szakaszban zajlik, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasza is. Az első két függőleges vonal között kék színnel látjuk ábrázolva a konfliktus aktív szakaszt, látjuk a DHS-t, mint elindító pillanatot, és látjuk azt is, hogy ez addig tart, míg el nem jutunk a konfliktus megoldásához, és ennek a szakasznak a tünetei jellemzően a stresszre hasonlító tünetek, tehát nem fogunk nyugodtan aludni, ha egy párkapcsolati konfliktusunk van, ugye feszültek, idegesek leszünk, bosszankodni fogunk, vagy éppenséggel magunkba fordulva, elzárkózva, befordulunk a sarokba némán, de lelkileg még ez nincsen megoldva, nincs megbeszélve, addig az embernél a konfliktus aktív fázisban azt, amit én lelkileg nem tudtam megoldani, a biológián próbálja szervi szinten megoldani. Ennek fogjuk látni a tüneteit a táblázatban, illetve mindenki fogja ezt érezni. A konfliktus megoldása után jön az a szakasz, amikor a vagotónia uralkodik a szervezetünkben, vagyis az előző feszült idegállapothoz képest már lelkileg nyugodtak vagyunk, és gyulladásos tünetek jelentkeznek az adott szinten, szervi szinten, ugyanakkor nem csak a gyulladásos területen történik meg a víznek a beraktározása, hanem az agyi központba is, ami fokozódó fejfájást fog okozni. Ez az exudatív fázis, amelynek az epileptoid krízis fog véget vetni, amit itt ezzel a kék színű felfelé mutató nyíllal ábrázolt Hammer doktor. Ez alatt az idő alatt kinyomódik a víz mind az agyi központokból, mind szervi szinten, tehát többet fogunk vizelni, mint amennyit ittunk, elmúlik a fejfájásunk, de ugyanakkor itt fogjuk a legdurvább tüneteket is megtapasztalni, akár egy mélyvénás trombózis, tüdőembólia, epegörcs, vesegörcs, stb.
Aztán jön még egy piros színnel jelzett meleg szakasz, amikor is a fájdalom ismét megjelenik, és extrém fáradtságot élünk meg. Ez azt jelenti tényleg, hogy alig, de alig van erőnk még élni is, de ez a szakasz, a hegesedés szakasza kivezet már minket ebből az egész biológiai programból. Mondjam azt, hogy napok, esetleg egy-két hét választhat el minket a megoldástól, csak hogy mindig valami közbe jön. Mi jön közbe? Az, ami krónikus betegségekhez vezet. Előfordul, hogy meg sem oldjuk ezt a párkapcsolati konfliktust. Mondjuk féltékeny marad a hölgy, és a folyamatos mélyszájsebb végül méhnyakrákká alakul. Aztán előfordul, hogy nem oldottuk meg érzelmileg ezt a programot, de ennek az lesz a következménye, hogy ugyan kifut a program, amint látjuk, lesznek tünetmentes időszakaszok, de újra és újra előjön az a bizonyos program, amit a biológiánk a sinek miatt újra meg újra lefuttat. Mondjuk ez egy kellemetlen embernek a megjelenése a házunkban, és kérdés, hogy hogyan élem ezt meg, mondjuk bosszúsággal, akkor újra meg újra epés kríziseink lesznek a megoldásban, mikor ez az ember elmegy. Aztán itt van a függő gyógyulásnak a sémája, ami annyit jelent, hogy el se jutottunk az epileptoid krízisig, hanem a gyógyulás közben újra meg újra sínre kerülünk, tehát újra beindítjuk a konfliktus aktív fázist rövid időre, majd megint a gyulladást, és mivel a gyulladás tünetei azok, amelyek dominálnak, ezért állandó fájdalmat és levertséget fogunk érezni. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek a krónikus betegségekhez vezetnek, és ne feledjük el, csak is azért, mert nem oldottuk meg a konfliktust. Mert úgy feküdtünk le, hogy nem békültünk ki, nem beszéltük meg a párkapcsolati konfliktusainkat sem. A harmadik biológiai természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy mi történik a konfliktus aktív fázisban, és mi történik a megoldási fázisban. Ha abból az egyszerű tényből indulunk ki, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, akkor nyilvánvaló, hogy a szervezetünk vagy a sejtek számának változásával, vagy a működés változásával lesz képes a értelmes biológiai programban a túlélést megoldani. A konfliktus aktív szakaszban, hogyha a sejtek szaporítását indítja el a szervezetünk, akkor vajon mit fog a megoldási szakaszban csinálni? Nyilván a felesleges sejteket lebontja. Ha viszont a konfliktus aktív szakaszban a sejtek sorvasztásával indítjuk a programot, akkor vajon mi lesz a megoldásban? Hát vissza fogjuk építeni a lebontott sejteket, úgyhogy a méhnyakrák is gyógyítható, és egy csomó minden más, amiről eddig azt hittük, hogy gyógyíthatatlan. De ha egy ellenszegülési konfliktus miatt, konfliktus aktív szakaszban leblokkoltam az inzulin kiáramlást, hogy több erőm legyen ellenszegülni, mert ugye akkor több cukrot kapok, akkor a megoldási szakasz arról fog szólni, hogy ezt a folyamatot visszacsinálom, és onnantól elmúlik a cukorbetegségem. Csak mondtam három példát arra, hogy a biológiánk milyen fantasztikusan, gyönyörűen dolgozik. Ezekre a dolgokra Hammer doktor úgy jött rá, hogy leásott az alapokig, mégpedig az embriológiába, és a 8.-10. nap közötti állapotot megfigyelve kiderül, hogy a három csiralemezből alakul ki minden sejtünk, minden szövetünk, mint ahogy az elültetett magból kinő a növény, és természetesen a magot már nem fogjuk megtalálni, ha a növény kialakult belőle, tehát senki ne keresse a három csiralemezt, mert amint ezt itt látja a sárga, narancs és piros nyilakkal ábrázolva, minden sejtünk, minden szövetünk, ezeknek a csiralemezek sejtjeinek a szaporodásával jöttek létre, valami döbbenetes program által. A sárga színnel jelzett belső csiralemezből azok a sejtjeink lesznek, amelyek a falatot fogják megoldani számunkra,
és mindezt az agytörzs vezérli. Tehát az idegi központ, a Hammeri Gócz, az mindig az agytörzsben keresendő. Itt Hammer doktor a táplálékfalatot ábrázolta, hát ez mindenki számára egyértelmű, de a túléléshez nem csak táplálékra, hanem levegőre és vízre is szükségünk van, valamint fényre és hangra. Nos, ezt az öt fajta falatkonfliktust mind az agytörzs vezérli, mindig konfliktus aktív szakaszban. Tehát először szaporítjuk a sejteket, megoldásban lebontjuk. Erről volt szó 2 héttel ezelőtt. Aztán, amikor támadási konfliktusokat élünk meg, akkor a kisagy által vezérelt szöveteink fognak erre reagálni, mégpedig konfliktus aktív szakaszban a szövetek felszaporításával, pontosan úgy, mint az előbb említett endodermális sejtjei. A támadásra természetes, hogy a biológiánk is sejtszaporodással reagál, mint hogy az egri védők is a támadás hírére, ellenség közeletére megerősítették a várfalakat. Tehát a kisagy által vezérelt szöveteink, az írha, a burkok, hashártya, mellhártya, szívburok, ezek mindig szövetszaporulattal fognak reagálni. A megoldásban gyulladásos folyamatok közepette lebontjuk a felesleges sejteket. De mivel az írha járulékaiban, ugye ott van a verejtékmirigy és fagyúmirigy, és az emlőmirigy az valójában egy módosult verejtékmirigy, ezért az emlőmirigyben is, a mirigyállományban, konfliktus aktív szakaszban sejtszaporulat lesz megoldáskor lebontás, csak hogy itt a konfliktus tartalom az aggódás, a gondoskodás. Amikor valaki túlzásba viszi az aggódást, akkor fogja túlszaporítani a tejtermelő sejtjeit a megfelelő oldali emlőjében, mert innentől, a kisagytól fölfelé nézve mindenütt érvényesek a kezesség törvényei. A fehér állomány által vezérelt szöveteink a mozgás végrehajtásában vesznek részt, és ehhez természetes csont, ízület, izom, ér és zsírszövetre van szükség, és ezeket a szöveteket is, ezeket már múlt heti előadásban részleteztük, hogy milyen elváltozások történnek ezekben a szövetekben. Itt a konfliktus tartalom mindig az önleértékelés, ami sejtpusztítást fog elindítani, sejtek sorvasztását, ulcerációját, ha úgy tetszik. Tehát a csontritkulástól, az izomsorvadásig, az ízületek kattogásától egészen a vízérig, ezek mind olyan programok, amelyek önleértékeléssel kapcsolatosak, és az agyvelőnek, vagyis a fehér állománynak a reléi azok, amelyek ezeket megfelelő módon irányítják. És ma eljutottunk az agykéreg által vezérelt sejtjeinkhez, mégpedig a labhám, illetve labhám nyálkahártya sejtekhez, mert ugye az agykéreg ezeket vezérli. Itt a piros baba ábrázolásával Hammer doktor az elválasztási konfliktusokat érzékelteti, mert az agy kéreg az elválasztási konfliktusok során szövet sorvadást indít el, ami azt jelenti, hogy neurodermitis alakul ki a bőr felszínén, érzéketlenséggel, erős esetben abszanszal, emlékezetkieséssel. Nos, az elválasztási konfliktus a mai nap kerül bemutatásra, miként hat ez a biológiánkra, amikor nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. Az agykéreg a birtokkonfliktusokat is irányítja, és ne feledjük, hogy a birtokkonfliktusok tönkre tudnak tenni egy párkapcsolatot. Ugyanakkor az agykéreg még a mozgással kapcsolatos parancsokat is kiadja, tehát az akaratlagos mozgások központja is itt van az agykéregben. Valamint a jövőtől való félelem az a homlok lebenynek a kérgi központjába fog
becsapódni a múltból érkező félelem, pedig a nyakszirti lebeny központjába, vagyis a látóközpontba fog becsapódni. Ugyancsak az agy kéreg vezérli azokat a programokat, ahol nincsen szöveti szintű lebontás, visszaépítés, hanem működésváltozás indul be, és az érzékszerveknek a működése is az agykéreghez kötötten megy végbe. A negyedik biológiai természettörvényben Hammer doktor rávilágít arra, hogy a bennünk lakó gombák, baktériumok és vírusok a mi barátaink, a mi mikrosebészeink, akik adott esetben segítenek lebontani a feleslegessé vált sejteket, vagy segítenek visszaépíteni az elsorvasztott sejteket. Ezek a bennünk élő mikroorganizmusok, gombák, baktériumok és vírusok csíralemezhez kötötten fejtik ki a hatásukat. Ezek tényleg a mi barátaink. Agyi parancsra történik meg a szaporításuk, illetve a számuknak a korlátozása. És nem nevezhetők rosszaknak, hogyha a mi segítségünkre vannak. Nem tartoznak ide. Az ártó szándékkal előállított hát biológiai fegyverek, azok ellen természetesen védtelenek vagyunk. Az ötödik biológiai természettörvény pedig rámutatta arra, hogy minden, ami bennünk történik, az valójában nem betegség. Azért is tette idézőjelbe Hammer doktor, hanem mindennek biológiai értelme van, mégpedig a túlélés és a faj fenntartása. Ez a biológiai értelme mindennek, ami a szervezetünkbe végbe megy, és ha ez így van, akkor már nem beszélhetünk rosszindulatú, ismeretlen, vagy akármilyen ijesztő elnevezésű betegségekről. Itt valójában a kérdés csak az, hogy megértjük-e a természetnek a törvényét, és ezzel párhuzamosan próbáljuk segíteni a biológiai testünket a gyógyulásba, vagy éppenséggel pontosan ellene teszünk a gyógyulásunknak. Az akadémikus orvoslásban eddig mindig arról volt szó, hogy a szervezetünk egy molekulákkal, fehérjékkel teli nagy zsák, meghibásodási lehetőségekkel, és nem tudhatjuk, hogy mikor mi fog történni, márpedig a germán gyógytudománnyal pontosan kiszámítható, hogy mi történik, meghatározható a betegség valós oka. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a betegség valós oka az nem függ a nemtől, a kortól, az etnikai hovatartozástól és az egyéb tényezőktől, amelyre az akadémikus orvoslás folyamatosan hivatkozik. Ezek az úgynevezett betegségek csak attól függnek, hogy feloldjuk, vagy nem oldjuk fel az érzelmi megrázkódtatásainkat, és hogy ebből hány darabot gyűjtöttünk be. Ezek meghatározzák, hogy hogyan fogjuk érezni magunkat, illetve ha elakadnak a folyamatok, akkor kialakulnak a krónikus betegségek, és ugyanakkor ne feledjük, hogy a személyiségünket és a viselkedésünket, a hangulati változásainkat is befolyásolja mindaz, ami hát bennünk megoldatlanul marad. Tehát a fel nem tárt lelki tényezők azok, amelyek a programot elindítják, de ha ezeket feltárjuk és érzelmileg meg is oldjuk, akkor nem kell szenvednünk betegségektől egy életen át. Fantasztikus tudomány a germán gyógytudomány, mert reprodukálható. Mindig ugyanúgy zajlik le minden emberi lénynél, akár a sarkörökönél, akár az egyenlítőnél, például a féltékenység minden hölgynél a mély száj nyálkahártya sorvadását fogja elindítani, és ha ezt nem fogja rövid időn belül lezárni ezt a programját, akkor méhnyakrák fog kialakulni. Nem kell statisztika, nem kell állatkísérlet, mert mindenki számára a saját élete az 100% és az általa megélt konfliktus az egyetlen valóság. Nem kell kísérleteket végezni, itt egyszerű, logikus, mindenki által megérthető, megtanulható dolgokról van szó, csak hogy ha nem érzelmileg oldjuk föl
ezeket a konfliktusokat, akkor nem lesz belőle gyógyulás, és szenvedhetünk tovább nagy okosan. Az eddigiekben is felvetítettem, hogy valójában összefoglalva a konfliktus típusokat csíralemezek szerint a következőkről van szó, illetve lesz szó. Beszéltem a falat konfliktus és víz visszatartásáról, amit az agytörzs irányít. Beszéltünk bemocskoltságról, támadásról, gondozásról a múlt héten, illetve szintén a múlt héten beszéltünk az önleértékeléssel kapcsolatos programjainkról. Természetesen, hogy ezekről is csak röviden, távirati stílusban, hisz egy-egy téma egy egész webkonferencia anyagot foglal magába. Az agykéreg által elindított, illetve az agykéregbe lecsapódó konfliktusaink, azok ugye elválasztási konfliktusok, birtok konfliktusok, illetve az majd az egyéb olyan konfliktusok, amelyek hát szövet, szaporulat vagy sorvadás nélkül indul el és működésváltozást fog okozni. Ez a két nagyon komplex kereszt. Jó lenne átismételni, hogy miről beszéltünk az egyes, és illetve a kettes rész alatt az első és második rész webkonferenciái anyagát. Soroljuk fel csak távirati stílusban, rendben, csak... hiszen ez a harmadik rész, és lehet, hogy van, aki most kapcsolódik bele. Igen, akkor fogja tudni, hogy miről volt szó végül is az előző dolgokban, tényleg távirati stílusban. Tehát amikor a párkapcsolatokban a falat konfliktusok nyilvánulnak meg, akkor mindig először sejtet szaporítunk, majd lebontunk. A lebontásban élvezzük a gyulladásos tüneteket. És szó volt itt, ugye, hogy valamit szeretnék megkapni, ugye, amikor a mandulák lesznek érintve, vagy valamit nagyon sokáig rágódom, akkor gyomorsav túltengésem lesz. Nekem kevesebb jut ebből az emberből, mint amennyit szeretnék, és akkor ez krombetegséget indít el, ugye. Aztán ott van, hogy bocsánat, de nagyon szarul élem meg, amit mondott nekem, vagy azt, ami történt, és akkor az vastagbőrprogramot indít el. Aztán ott van az, hogy halálfélelmi konfliktusom van, mert attól tartok, hogy meghal a párom, ez a tüdőben fog szövetszaporulatot elindítani. Amikor magányosan élek meg dolgokat, nem beszéljük meg, és ugye itt a legsúlyosabb a társas magány, az mindig a veséget fogja érinteni, begyűjtjük a vizet, végső soron akár vese elégtelenségig is elmehet az ügy. De a sötét ügyek a szivárványhártyát érintik, és a szexualitással kapcsolatos konfliktusok nyilván a prosztatát, illetve a mély nyálkahártyát érintik. Aztán ugye szó volt a múlt héten támadás, bemocskoltság, konfliktusokról, ugye itt is először építünk, és aztán lebontunk a megoldási szakaszban. Minden olyan vélt vagy valós támadás, ami ér minket, a burkokat, illetve az írhát fogja érinteni, ebből lesz hashártya program, mellhártya program vagy szívburok program. Az írhára a bemocskoltság tünete érzése is hat, és ennek a megélésével már herpeszt vagy genitális herpeszt fogunk tudni csinálni, még ocsmányabb bemocskoltság melanómához vezet. A fokozott aggódás, ugye az a mellprogramot indítja el, de az állandó veszekedések is mellprogramot indítanak el, és a félelem a fájdalomtól, mert teszem azt tetlegességig megy a történet, az neurofibróma kialakulását fogja okozni. Aztán az önleértékelés, ez egy nagyon-nagyon súlyos ügy. Vannak, akik pontosan arra játszanak, hogy a másik embert a önbecsülésében hát mindenképpen tönkretegyék, és az állandó negatív kritikák lesznek azok, amelyek az embert padlóra teszik. Ugye elég, ha csak az alakunkat firtatják és bírálják, és az önleértékelés ezen a szinten a zsírszövetet fogja érinteni, és elhízást, sőt, egyéb programokat is elindíthat.
Aztán az erősebb megélése az önleértékelésnek már nem az adott testrész zsírszövetét, hanem az erejét fogja érinteni. Itt említjük ugye legfőképpen a viszeretés érszükületet, ami a béklyó konfliktus következménye a vénán, illetve az artérián, és az egyéb nyirokrendszert érintő önleértékelések, azok a nyirok keringést, a nyirokmirigynek az állapotát érintik, például egy igazságtalanság a nyaki nyirokcsomónak a lebontását, majd visszaépítését fogja okozni. Van itt olyan is, hogy az imakat, az ízületeket érinti az önleértékelés, mert ugye az önleértékelésnek az ereje meghatározza, hogy milyen szöveteket érint, az önleértékelésnek a témája, vagyis a DHS pedig meghatározza, hogy hol fogom én az adott szöveteimet lebontani. Nos, a krónikus ízületi gyulladások mindig csak arról szólnak, hogy bizony nem jutottunk el a megoldásig, és ezért függőgyógyulásban vagy policiklikus lefolyásban az ízületeink folyamatosan érintettek lesznek. De lehetnek az izmaink is érintve, vagy sorvadással, amiotrófiás lateralszklerózis, vagy az izomrendszer túlzott visszaépítésével rabdomiószarkóma. A túlhajszoltság az mindig a szívizomzatot fogja érinteni, ennek a következménye pedig a mindenféle ritmuszavar, vezetési zavar. A legsúlyosabb önleértékelés viszont a csontokat érinti, konfliktus aktív fázisban bontjuk, megoldásba visszaépítjük és láthatjuk a feltüntetve a megfelelő dolgokat. Nagyon köszönöm, hogy elmondtad, hogy eddig miről szóltak a webkonferenciák. Mi lesz a mai téma? Mi kerül ma terítékre? A mai napra azok a megéléseink kerülnek terítékre, amikor a párkapcsolatba bevisszük a birtokviszonyt. És ezt ennek a megélése nagyon sokféleképpen történhet, és ezeket fogjuk részletezni a továbbiakban. A birtokkonfliktusokat csak felsorolom, és aztán megmutatom a helyét az agyi metszeten. Ugye itt láthatjuk a birtoknak a féltése, amikor féltelek, drágám, nehogy valami bajod essen. Féltem a gyermekemet, jaj, mi lesz vele? És ez mindig a légcsőnek a nyálkahártyájára, hörgőcskék nyálkahártyájára fog hatni, vagy egyszerűen fogalmazva a levegő levezető csöveknek a bélését fogja bontani, aztán visszaépíteni, és ebből aztán tüdőgyulladástól kezdve, asztmán keresztül hörgődaganatig sok mindent tudunk csinálni, attól függ, hogy meddig ülünk a konfliktusba. Szép kilátások. Szép kilátások. Aztán ott van a birtok vesztése, mert elvesztettem a társam, és ez a szívkoszorú erek tágítását fogja elindítani, pontosan azért, hogy tudjak küzdeni azért, hogy ezt visszaszerezzem. Persze angina pectoris lesz a kísérő tünet, és az infarktus, vagyis a koszorú ér infarktus, és nem a szívizom infarktus, ez egy új fogalom, ennek a megértése azért egy tanfolyamot megér. Tehát a koszorú érnek a programja a konfliktus aktív fázisban okoz fájdalmat. Ugyanígy a bosszankodás is mindig a konfliktus aktív fázisban, tehát maga a konfliktus indítja el a fájdalmat. A mellkasomban, mint szorító fájdalom, és a bosszankodás indítja el a programot a gyomrom tájékán, az epigásztriumban, mert vagy gyomor kisgörbületén csinálok egy fekét, egy gyomorfekét magamnak, vagy az ep és hasnyálmirigy csatornák tágulásával rögtön konfliktus aktív fázisban fájdalmat indítok. Ez két olyan kivételes program, ami konfliktus aktív fázisban fáj, különben a többi programok mindig a megoldási szakaszban okoznak fájdalmat. Aztán ott van, amikor ki akarom jelölni, hogy kinek meddig tart a területe. Ne szóljanak bele. Mondjuk a feleség hajlamos a garázsban rendet tenni,
akkor a férj ki akarja jelölni, hogy drágám, lészes ide, ne szólj bele, ne menj be, és amikor meglátja, hogy a felesége közeledik a garázshoz, már a férj megy is pisilni, mert elkapja egy vizelési inger. Úgy néz ki, mintha hólyag hurutja lenne, közben csak területkijelölési ingerről van szó. Persze, ha ez tovább fennmarad, vagy valaki, akár a férj a feleségnek, akár a feleség a férjnek az íróasztalán folyamatosan rendet csinál, akkor ez a hosszan fennmaradt program hólyagdaganathoz fog vezetni. Az identitás konfliktus aranyér kialakulásához vezet, tehát ez az, amikor konfliktus aktív fázisban a végbél nyálkahártyáját sorvasztjuk, a megoldásban jön a fájdalom és a vérzés, és ugye a leggyönyörűbb identitás konfliktus egy nőnek, egy családanyának a számára, Réka. Hát egyáltalán, hogy ki is ő valójában. Hogy nagyon sokszor tapasztalunk olyat is, hogy a férjhez menés az néha azzal jár, hogy teljes mértékben átveszük a férjünk vezeték és keresztnevét. Itt gondolok azokra a helyzetekre, amikor igazából mi már azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk valójában. Igen, és az is egy probléma, hogyha mondjuk egy kamasz gyerek, férfi, egy kamasz fiú az apjával kerül konfliktusba, és az anyu, az édesanyja és egyben feleség nem tudja eldönteni, hogy kinek adjon igazat. És ez a bizonytalanság érzése, hogy mind a kettőt szereti, és nem tudja, hogy melyiknek adjon igazat az adott vitában, ez is az identitás konfliktus tárgykörébe tartozik, mert látunk ilyen háttérrel aranyér kialakulást. A szexuális konfliktus a méhnyakat érinti, amint ezt már említettem, a féltékenység az elvezet a seb, majd a még mélyebb fekély kialakulása, az amit már ráknak neveznek persze, hogyha ezt az egészet hol megélem, hol megoldom, hol megélem, hol megoldom, akkor polipként fog megjelenni a méhnyakon ez a biológiai válasz, és minden rémület, félelem a hangszálainkat és a gégét érinti, és ezért lesz hangszál polip, vagy gégerák, vagy rekedtség a megoldási szakaszban. Hogy néz ez ki az agyi szinteken keresztül? Agyi szinteken a nagyon látványosan ábrázolta számunkra Hammer doktor, mert ugye tudnunk kell, hogy van jobboldali férfias és baloldali nőies birtokzóna. Nos, a baloldalon ugye, amit az előbb említett rémület, félelem, itt található a baloldali felső két központ. Azért van kettő, mert ugye van az izomnak és van a nyálkahártyának is reléje. Vele szemben találjuk a birtok féltés konfliktusnak a két reléjét, úgy reléjét, ugyancsak azért, mert van nyálkahártya és van izomrelé is. A helyzet az, hogyha ez a kettő egyszerre érintett, vagyis a birtokféltés és a rémületfélelem egyszerre érintett, akkor az asztmás krízist jelent. Ilyenkor sürgősségi ellátásra van szükség, mert a levegő nem jut be a lezárt gége, a görcsben levő gége miatt, illetve a levegő nem jut ki a görcsben levő, hörgők miatt sem. Alattuk van a két legintenzívebben áparázolt központ, birtokvesztés konfliktus a jobboldali férfios birtokzónában, és a szexuális konfliktus a baloldali női zónában. Ha már itt vagyunk, akkor tisztázzuk a szexuális konfliktusnak a lényegét és a meg nem termékenyítettség konfliktusnak a lényegét. De azt gondolom, hogy mindegyik
szexuális konfliktus, akár női, akár férfi és a megélő egy nagyon komoly dolgot jelent. A szexuális konfliktus lehet egy olyan történet, ami szexualitáshoz kötődik, de nem vagyok erre felkészülve. Valami, ami a szexualitásomban ért engem. De ugyancsak szexuális konfliktusnak számít az, ha mondjuk egy kislány, vagy egy nagyon fiatal gyerek egy olyan szexuális jelenetet lát, vagy olyan kiábrándítóan és túl korán van felvilágosítva a szexualitásról, amit az ő kicsi lelke még nem tud elfogadni. Szexuális konfliktust él meg egy nő, hogyha nőségében, nemiségében érzi magát meggyalázva. De itt van a meg nem termékenyítettség konfliktus, általában azokban a helyzetekben kerül elő, ahol a nő nem tud gyermeket vállalni, vagy nem volt akkor program, amikor ennek lehetősége volt. Szeretnék egy picit végig haladni mindegyik problémán, mindegyik konfliktuson, hogy egy kicsit emberközelibb megközelítésben, vagy érthető megközelítésben tárjuk fel. Kezdeném a nőies birtokzónákkal. A rémület, félelem, konfliktus azok a helyzetek, amikor magyarán köpönyelni nem tudok. Megijedek, félek, összeszorul a torkom, egyszerűen nem tudok meg se szólalni, meg se nyikkanni. Biztos voltunk ilyen rémület, félelem, konfliktusban, mondjuk iskolában, amikor épp nem készültünk, és felszólítottak bennünket, igen. és tényleg meg egy hang nem jött ki a szánkon. Ugye a szexuális konfliktusról már beszéltünk, a meg nem termékenyítettség konfliktusa nagyon sokszor apácáknál is előfordul, azokban az esetekben, amikor arra döbbennek rá, hogy nekik nem volt, vagy nem lesz, vagy nem is lehet gyerekük. Az identitás konfliktus ez a ki vagyok én valójában, hova tartozom, kire hallgassa, kihez tartozom, egyáltalán ki vagyok én. Nagyon sokszor identitásválságba kerülünk akkor, amikor hosszú évtizedes házasság után szétválnak. A nő nem is tudja, hogy most kicsoda ő valójában. Nagyon sokáig identitás konfliktusban élünk akkor, amikor fogalmunk sincs, hogy kihez tartozom. Most gondolok itt az elvált szülők gyerekéhez, azt se tudja, hogy most anyuhoz tartozik inkább, vagy édesapjához tartozik inkább. Nagyon sokszor az identitás konfliktus abban is megnyilvánul, hogy mindenkinek beleszólása van az életemben, és már azt sem tudom, hogy kire hallgassak igazán. Ez a pro-kontra események folyamatos fenntartása. A területkijelölés konfliktus az egy nagyon érdekes, hogy mi az én területem? Az a négyzetméter, amiben én úgy hiszem, hogy én vagyok a főnök. Viccet félretéve, az én női terület, a konyha, a lakás, minden, ami a falon, a házon belül van, a kerítésen belüli rész, az az én területem. Itt elsősorban azokat a területeket értjük, amiben a női szerepkört megéljük, nem feltétlenül területünk a garázs, vagy az a fűnyíró, az hölgyekként nem. Az Területen mindaz, amire én hatást gyakorolok, ami az enyém, amit én használok, amire nekem van kontrollom, vagy ráhatásom. Akkor természetes, Ha, hogy a gyerek is. Hát nyilván a gyerek, a férj, jó esetben az anyós. Jó esetben. Mindaz, amit a magaménak tudom. Igen. Gondolkodjunk csak ezen, hogy milyen aranyos a terület kijelölés konfliktus, mondjuk az állatvilágban, ez szemléletes példa a kutya, aki kijelöli a területét. De nézzük meg a gyereket, amint megtanulja leírni a nevét, mindenhova, ahol jár kell, felírja a nevét. Ez is egy terület kijelölési helyzet, hogy én itt jártam. Aztán nézzük meg a jobboldali férfias birtokzónákat. Hát itt is a terület kijelöléssel kezdeném, én most már alulról fölfelé haladva. Jó. Ugye, mert a férfi számára is fontos a terület kijelölése, és nagyon jó, hogy kiemelted, hogy nem feltétlenül a garázs, mert ugye, ha ott én bemegyek, és nem ott találom a szerszámot, ahova letettem, akkor gyakorlatilag lehet, hogy 20 centivel odébb van, de én azt már nem látom, mert az én nézésem, az én keresésem, az mindig célpontszerű, mindig a tekintetemet egy valamire fókuszálom, és ez a fókuszált tekintet
ebből, ha kikerül az a bizonyos szerszám, akkor már nem fogom találni. A párkapcsolatban az egyik leggyakrabban megélt konfliktus az a bosszankodás. És a birtok bosszankodás konfliktus, ez mint említettem, a gyomor kisgörbületén fekét okoz, a megfelelő hát, csatornáknak, az epe és a hasnyálmirigy csatornának a tágulását okozza, és ne feledjük, itt azonnal jelentkezik a konfliktus, a fájdalom. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy milyen élethelyzetek nyilvánulnak meg a birtokbosszankodásnál. Az én területemen, azon a helyen, ahol nekem van ráhatásom, amit én magaménak tudom, legyen ez a kerítésen belül bármi, igen, ahova valaki idegen betört, és bosszant a jelenléte. Igen. Tehát már bent van a birtokommal, és állandóan borsot tör az orrom alá. Lehet ez egy hosszabb időt, egy hosszabb nálunk időt töltő rokon, aki igen, folyamatosan megjegyzéseket tesz, vagy kényelmetlenné teszi az együttélést. Ez már a birtokomon belül van. igen, de az is bosszankodás, ha egy férfi rájön arra, hogy hát felszarvazták, és mondjuk a legjobb barátja tette mindezt, akkor reagálhat rá egy nagyon erős gyomorfekéllyel, ami akár perforációhoz és elvérzéshez vezethet, ilyet is hallottam. Ha ez az eset van témában, akkor érezheti ez az úriember úgy is, hogy elvesztette a birtokát. Igen. Ez azt jelenti, hogy kész vége. Ez a birtokvesztés konfliktusa egy nagyon traumatikus, nagyon tragikus esemény. Ilyenkor egy kicsit belehalunk mi is ebbe az Ez eseménybe. a minden elveszett. Ez a minden elveszett, mindennek vége, a nagy katasztrófa, amiből nem látjuk a kiutat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a birtokvesztés az nem egy sima veszteség. Nem csak egy dolgot vesztettem el, hanem mindent. Ez az egész életemre, egész világomra kiható történet. A birtokféltés konfliktusa pedig azokat a helyzeteket foglalja magába, amikor csak veszélybe van az én területem, még nincs ott a támadó, még nincs ott az ellenség, még nincs elveszve semmi, még nem bosszant semmi, de potenciálisan elveszthetem. Ez képletesen el lehet mondani úgy, hogy például a munkahelyem férfiként az az én területem, és bejön egy üdvöske, aki friss oklevéllel már mindent tud, és azt látom, hogy a főnök jobban hisz neki, mint nekem, aki már tapasztalt vagyok, és féltem a birtokom, féltem a pozícióm, az állásom. Féltem azt, amin van. De megélhetjük a féltést akkor is, ha a párunk kórházba kerül, és féltjük, hogy jaj, mi lesz vele? Így van. Mikor fog meggyógyulni? És ez alatt az idő alatt az, aki a féltést éli meg, tünetmentesen fogja a légcső nyálkahártyáját sorvasztani, és mikor kikerül a párja a kórházból, akkor elkezd köhögni. Jó esetben lezajlik egy tüdőgyulladás, és akkor tudjuk, hogy befejezte a programot, de ha elakad a program a gyógyulási szakasz kezdetén, akkor csak az állandó köhögés marad fenn. Ha már ennél a képnél tartunk, talán célszerű két-három dolgot tisztáznunk. Méghozzá azt, hogy ezek a birtokzónák, a baloldali nőies birtokzónák és a jobboldali férfias birtokzónák mindenkinek ugyanezen az oldalon vannak. Igen, férfi, akár jobbkezes, akár balkezes, akár nő, akár férfi. Így van, igen, ez nagyon jó, hogy eszembe jutottad, hogy szeretném tisztázod. Felhívni mindenkinek a figyelmet, hogy ezek csak a birtokzónákra jellemző. Baloldal a nőies, jobb oldal a férfias. Ez nem azt jelenti, mint ahogy nagyon sok ilyen spirituális helyen találkoztam ezzel, hogy a bal oldal a női oldal, a jobb oldal a férfi oldal. Ez egy hibás és téves megközelítés. Igen. Felhívom mindenkinek a figyelmét, csak a birtok zónás meghatározásban van ez így. Bal oldal nőies birtokzóna, jobb oldal férfias birtokzóna. Még egy fontos dolog, hogy tisztázzuk a
továbbiakban az anyagot, az, hogy egy nőies birtokzónában lehet férfinak is konfliktusa, vagy a férfias birtokzónában nőknek konfliktusa. Tehát nem azt jelenti, hogy a nők csak az agyuk bal oldalára, Nem, a persze. férfiak pedig csak a jobb Hát itt oldalára. jön be, és most hát arra nincs idő, hogy belemenjünk a konstellált állapotokba, de nyilvánvaló annyit el kell mondani, hogy a kezesség meghatározza, hogy kinek hova csapódik be az első birtokzónás konfliktusa, vagyis hogy melyik oldalra. Jobbkezes fiúnak és jobbkezes lánynak az első birtokzónás konfliktusa mindig a saját oldalára, vagyis a férfias, illetve a nőies birtokzónába csapódik be. Balkezes fiú és balkezes lánynál ez pont fordítva van. Tehát a balkezes fiúnak az első birtokzónás becsapódása a női oldalon történik meg, és megváltozik a viselkedése természetesen, és ugyanígy a balkezes nőnek az első birtokzónás konfliktusa a jobb oldali férfias birtokzónába csapódik be, és megváltozik a viselkedésük. És elindul a konfliktus tömeg növekedése. És ez tart pontosan a második birtokzónás konfliktus megéléséig, és innentől alakul ki, innentől jön számításba a mérleg szabály, és ez az szerint, hogy melyik konfliktusa kerül sínre, meghatározza az illetőnek a hangulatát, a viselkedését. Mert vagy férfias, azaz mániás lesz, vagy nőies, vagyis depresszív lesz a viselkedése. Persze vannak itten egyéb érdekességek, ha valakinek két szexuális konfliktusa is volt, tehát mind a két birtokzónás konfliktusa szexuális jellegű volt, és ebben a két zónába, ebben a két hámerigózba csapódik be, akkor itt jönnek a szexualitással kapcsolatos viselkedésváltozások. Tehát ha ebbe a két relébe, a birtokvesztés konfliktus relé, tehát igen, amit a itt van férfias jobb oldalon, oldalt, igen, illetve a szexuális konfliktus birtokzónájába becsapódó konfliktus okozza a konstellációt? A konstellációt, a szexuális jellegű konstellációt. A szexuális jellegű konstellációt. És akkor itt beszélhetünk férfiaknál kaszanováról, nőknél nymphomáról, de mind a kettő mögött ott van a posztmortális konstelláció, vagyis azok az emberek, akik az élet után témával foglalkoznak. Azt hiszem, hogy nagyon messzire mentünk. Kezdjük inkább az alapoknál. Nem megyünk bele részletekbe, mert az olyan hosszú... ektodermális programok alapjainál. Az ektodermális programok alapjai ott kezdődnek, hogy konfliktus aktív szakaszban bontjuk a dolgokat, és a megoldási szakaszban pedig visszaépítjük. És ha az ektodermális programokat a továbbiakban részletezzük, ott, ahol sejtek bontása és visszaépítése történik, akkor beszélni fogunk az elválasztási konfliktusokról, a foghoz, tehát harapáshoz kapcsolódó konfliktusról, jövőtől való félelemről és bűzkonfliktusról. Az elválasztási konfliktusokban, mint mondtam, mindig a bőr felhámjával kapcsolatosan fognak tüneteket okozni, és mindenféle tünetet, mondjam, eddig krónikus, megmagyarázhatatlan tünetet fog okozni, hiszen a bőrnek a felhámját láthatjuk ezen a képen, a hullámos vonal fölötti részét, és itt pedig sötétebb színnel jelölve a pigment réteget, ugye ez a legalsó rétege az ektodermából származó felhámnak. Ez több rétegű elszarusodott hámréteg, természetesen idegvégződések vannak benne, ezért a fájdalmat érezni fogjuk, illetve az érzéketlenség azt jelenti, hogy amikor sorvad konfliktus aktív szakaszban ez a réteg, akkor az érzéketlenséget fogunk megtapasztalni a konfliktus aktív szakaszban, ahogy itt látjuk leírva. A megoldási szakaszban viszont fokozott lesz az érzékenység a visszaépülés során.
Bőrrel kapcsolatos leggyakoribb dolgok, a pikkelysömer és ekcéma, ez mind a kettő csak annyit jelent, hogy amint láthatjuk itt a szöveges részben is, ami nincs ketté választva, arról szól, hogy a konfliktus aktív és megoldási szakaszok szinte egyszerre vannak jelen a bőr felszínen. Ne felejtjük, hogy 4 hétre van szüksége a bőrünknek ahhoz, hogy valamit visszaépítsen, ha már lebontottuk, csak hogy a mi érzelmi létezésünk az biztos, hogy nem tart ki 4 héten keresztül ugyanúgy. Tehát ez a Se veled, se nélküled című nagylemeznek a bőrtünetét mutatja be, és természetes, hogy konfliktus aktív szakaszban a neurodermitis, érzéketlenség, hűvös bőr jelentkezik, a megoldásban pedig a gyulladásos tünetek, persze mindez attól függ, hogy milyen hosszú volt a konfliktus aktív szakasz. Amint látjuk, a haj is az ektodermához tartozik, piros színnel jelölve, és hogyha a haj programját megnézzük, akkor még mindig elválasztásról van szó, csak hogy a fejünkre vonatkoztatott elválasztásról, és ezért lesz az, hogy konfliktus aktív szakaszban hullani fog a hajunk, de a megoldási szakaszban ezt visszaépítjük. Nyilván, ha elakad a program, és függőgyógyulásba kerül, akkor fogjuk a zsíros korpás bőrt megtapasztalni, illetve egyéb tüneteket, ami a hajunkat érinti. Azok a tünetek viszont, amelyek nem kerülnek megoldásra sokáig, konfliktus aktív szakaszban marad egy nagyon durva elválasztási konfliktus, az egészen a pigment rétegig fog hatolni, és természetesen a pigment sejtek sorvadnak, akkor kifehéredik a bőrünk, amint látjuk itt a mellékelt ábrákon, viszont ha megoldjuk a konfliktust, akkor visszaépül a pigment réteg a szélétől a közepe felé, és gyönyörűen a bőrnek a színe helyre jön. Na most természetes itt is, hogyha függőgyógyulásba tesszük a lezajlást, akkor először nyilván konfliktus aktív szakaszban bontok. A megoldási szakaszban építek, de nem futott ki a program, és megint bontok, és megint építek, és mivel egyre többet építek vissza, hát mindenféle hiperpigmentált állapot a májfolttól a szemöldség és a bazaliomáig minden létre jöhet. Ez egy brutális vagy ocsmány elválasztási konfliktusnak a következménye. Igen. Mi történik akkor, amikor más területen választódok el valamit? Hát ugye, az elválasztódásnak, mint mondtam, két vége van, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni, de ha elszakadt tőlem, így szoktuk, elszakadt tőlem a párom, mert mit tudom én, elment külföldre dolgozni, vagy éppenséggel szerződéses katona, és elszakították tőlem, és elvitték, mit tudom én, hány hónapra kötelező szolgálatra, akkor azt az ektodermából származó nyálkahártyával bélelt tejkivezető csatornán fogom megélni, és ez lesz az, ami azt az úgynevezett tejcsatorna rákot, vagyis ductus karcinomát fogja okozni. Itt láthatjuk a tüneteit, konfliktus aktív szakaszban ez az egész behúzódik, a megoldásban pedig vissza fog épülni. A konfliktus aktív szakaszban, ha a tejcsatorna, az érintett tejcsatorna szakasz közel van a mellbimbóhoz, akkor a mellbimbó behúzódását fogja okozni. Ha viszont távolabb van ez a tejcsatorna szakasz, akkor csak egy húzó érzést fogunk megtapasztalni a gyógyulás során. Konfliktus aktív szakaszban itt sincs fájdalom, kültakaró séma szerint, ahogy Hammer doktor fogalmaz. Azt mondtad, hogy ez az elválasztási konfliktusnak a következménye, de hát
Biztos, hogy van olyan, hogy amikor nem akarunk elválasztódni, és fogalkörömmel ragaszkodunk valamihez. Hát van ilyen, de hát nyilván, hogy akkor az a fogunkat fogja érinteni, és a fog az a harapással kapcsolatos konfliktusoknak a színhelye. Ha úgymond mindenképpen szeretnék beleharapni, de nem szabad, ugye, akkor az a legkeményebb szövetet, a fog zománcot fogja érinteni, és láthatjuk itt ezen a képen, vagy itt ezen a képen, hogy mennyire érintett a fogzománc sorvadása. Nyilván ez fogzománc érzékenységet fog okozni konfliktus aktív szakaszban, mert ez viszont ősszárnyák a hártya séma szerint működik, és ugyanúgy konfliktus aktív szakaszban lesz fájdalmas, mint az angina pectoris, vagy a gyomor kisgörbületi fekélye. És ez a sorvadás egészen a mellékelt képek szerinti elváltozásokhoz vezet, de ne feledjük, hogy megoldási szakaszban visszaépítjük, és ez erősebb lesz, mint volt. Hát azt kell tudni a lyukas fogzománcról, vagy a fogszovasodásról, hogy egy olyan konfliktus, amiben nem szabad ráharapni, nem szabad szétépni valakit. Hát ez azért indukál Igen. egy tehetetlenségi állapotot, Hát igen, egy amikor meg tehetetlen. van kötve kezem, lábam, nem tudok mit Igen, csinálni. és természetesen, hogy a fogam érintettsége mellett, ha tehetetlennek érzem magam, akkor érintett lesz a megfelelő hát, szervem, és itt két dolog jön szóba, az egyik a pajzsmirigy kivezető csatorna, a másik pedig egy ősi csatorna. A pajzsmirigy kivezető csatornának a labhám fekélyesedése, az itt látható, tehát itt kitágul ez az egész csatorna, a mellékelt képen látható hideg göt kialakulásához fog vezetni. És ilyenkor, amit a Szalmer doktor is leírja, a eutireoid golyváról beszélünk, vagyis a pajzsmirigy működése teljesen normális. Hát itt nem a jóhiány az, ami elindítja ezt a programot, hanem az a tehetetlenségi konfliktus, hogy úgy érzem, hogy meg van kötve kezem, lábam, és nem tudok mit csinálni, sőt, képtelen vagyok valamit megoldani, de félhetek a jövőtől úgy, hogy valami, úgy érzem, hogy valami kivéthetetlenül jön felém. Mondjuk a házasság tönkre menetele, ez most már kivéthetetlenül jön felém, és a szétválás napról napra közeledik. Na most ez elindítja annak az ősi csatornának a tágulását, amit hát a kopoltyú hasadéknak a labhám fekélyesedése fog okozni. Ezt non-Hodgkin limfomának nevezik, meg semmi köze nincsen a nyirokcsomóhoz, és hát, hogy mivel nyirokszövetet nem találnak a non-Hodgkin limfománál, azért ezt úgy magyarázzák, hogy a daganatossá vált nyiroksejtek nem tartották meg a nyirokcsomó szövettani szerkezetét. Hát, Átszázták magukat magyarán. valószínűleg álcázták, de már az elnevezés is sokat mondó, ez az a Hodgkin, ami nem Hodgkin, tehát non-Hodgkin limfóma. Már a megnevezés is gyanús, tehát itt tényleg vissza kell ásni az alapokig, ezt Hammer doktor megtette, csak éppenséggel már át kellene venni ezt az értelmes biológiai gondolkodást is Hammer doktortól, hogy megértsük, hogy mi történik. Ez nagyon veszélyes abból a szempontból, hogy a megoldási szakaszban jön a folyadékkal telt nyaki rész, ez fogja fokozni a légzés nehezítettségét, és egyéb kellemetlen dolgokat fog tudni okozni, de ne feledjük, hogy az epileptoid krízisben a folyadék mind szervi szinten, mind agyi szinten kinyomódik, és megszűnik a fejfájás. Itt olvasom, hogy a daganatossá vált nyiroksejtek nem tartották meg a nyirokcsomó szöveteni szerkezetét. Itt a hivatalos leírás
alapján, tehát ez az akadémikus Igen, az jelenleg akadémika, tudásunk, igen, a tudomány jelenlegi állása szerint, hogy igen, úgy fog, elfogadott és hivatalosnak igen. tekintett verzió, és Igen. hát itt aztán feltártad nekünk azt, hogy egy frontális félelem konfliktus, hát az, Igen. akinek ilyet diagnosztizálnak, igen, tényleg érdekes ez a non-Hodgkin, ez, mintha nem Kovács Péter lennék, hanem Nem valami más, igen, szóval. ez a nem Kovács Igen. megoldás. Igen. Ez tényleg érdekes, és azt gondolom, hogy akinek ezt diagnosztizálják, azt fél igazán a jövőtől. Hát és főleg, hogy egy olyan jövőképet festenek eléje, hogy ez ugye egy rossz indulatú dolog, na most ettől már megint kapott még egy lapáttal a jövőtől való félelmére, nem elég, hogy mondjuk attól fél, hogy elhagyják és szétmegy a Most házassága, már fél a most már betegségtől fél is. a betegségtől is, hogy ezt hogy fogja túlélni, vagy hogy a gyerekét hogy fogja fölnevelni, tehát itt rengeteg jövőbe kivetített félelemről lehet szó, csak hogy a biológia mindig ugyanúgy fog rá reagálni, és ebből a félelem ördögi körből nem tudunk kimászni, ha nem jövünk rá, hogy az életünket magunk irányítjuk, és hogyha a jövőnket meg azt határozza meg, amit most eldöntök, akkor nem fog a jövőm se jobban alakulni, mint hogy a félelmeimmel meghatározom. János, nekem, hogy ez pontosan így van felállítva, ez az egész egy kicsit bűzlik nekem. Hát persze, és hogyha kicsit bűzlik nekem valami egy párkapcsolatban, akkor természetesen az orrommal fogom kiszaglászni, hogy mi az, ami nem úgy van, ahogyan az látszani véljük, vagy ahogy az lát, ahogy az, Látni véljük, igen. ahogy azt látni véljük, és enyhe esetben még csak az orrnak a, mondjam úgy, az orrnak a bemeneti nyílása, nyálkahártyája lesz érintve, konfliktus aktív szakaszban, sorvasztjuk megoldásban, jön a fokozott váladéktermelés, bocsánat, takony, és az epileptoid krízisben a tüsszentés. Ilyenkor egy rövid ideig tartó, erős gyanúról van szó, de azt se felejtsük, hogy ez a gyanú túl erős, akkor a konfliktus aktív fázisban orrvérzés indul el, mert a nyálkahártya sorvadás tovább halad a nyálkahártya határán, és megérinti az ereket. Nekem nagyon tetszik az a mondás, amikor valaki tüsszent, hogy egészségedre, de én olyat is hallottam, hogy amire gondolsz, az igaz, mert rátüsszentettél. Igen. És mennyire benne van a népi hagyományba, szájhagyományba és ez a tudás. Mennyire bölcsek voltak azok, akik azt mondták, hogy igaz Igen. az állításod, a gyanút Igen. beigazolódott, lám igazat gondoltál, úgy van, ahogy gondoltad, ahogy neked bűzlött, ahogy gyanús volt neked, igen, beigazolódott, hogy tényleg másképp van. Mennyire érdekes, hogy ez a néphagyományban benne van, és aztán ez tudományos módon Igen, is és igazolódik. igazolódik. Igen, ha viszont még erősebb lesz a gyanunk, és még hosszabb ideig tart, az már az orr melléküregeket érinti, és akkor lesznek a mindenféle arcüreg, homloküreg gyulladások. Amiről eddig beszéltünk, ez mind a sejt szaporítása, sorvasztása járó programok. Vagyis először Hát fordítottan, igen, sejt először sorvasztással és visszaépítéssel, szaporítással, igen. Visszaépítéssel járó programok. Köszönöm a helyesbítést, Kölesz. De nézzük meg, hogy mi van akkor, amikor a működéssel játszunk. Hát ez nagyon érdekes, és az a gyönyörűség benne, hogy itt vannak dolgok, amelyek gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra helyreállhatnak. Ugye az is kérdés, hogy milyen hosszan, mennyi ideig voltunk bent egy konfliktusban, mert például ha az ellenszegülést, undorfélelmet éljük meg éveken keresztül, akkor természetes, hogy egyes vagy kettes típusú diabétesz fog kialakulni. Ez nem kérdés. És ez, lásd a diabétesről szóló előadást, azt ugye most nem fogom ide beiktatni, csak szólok, hogy az ellenszegüléshez erő kell, és ezt az erőt abból a cukorból, plusz cukor mennyiségből kapjuk, amit a biológiánk egyik pillanatról a másikra úgy tud biztosítani, ha blokkolja az inzulin kiáramlását, és ezáltal nagyobb lesz a cukor kínálat, hogy legyen erőnk az ellenszegüléshez. Az undorfélelemnél a folyamatok
fordítva történnek, az nem az inzulin, hanem a glukagon kiáramlásra hat, és az viszont vércukor emelő hatással bír. Az izom működést is képesek vagyunk blokkolni, és ugye itten tudni kell, hogy amikor teljes blokkolásnak vetem alá az izmaimat, vagyis úgy élek meg valamit, hogy ebbe bele kell dögleni, akkor a halottnak tettetés mindig a szklerózis multiplexet fogja elindítani bennünk. De a bénulások lehetnek csak parciálisak, bizonyos végtagokat vagy izomcsoportokat okozó a konfliktus aktív fázisban jön a bénulás, majd megoldásban jönnek a különböző izomrángások, és hogyha végigcsinálnánk a programot, teljesen meg is gyógyulnánk. A Parkinson-kor, a chorea minor és az epilepszia abban különbözik egymástól, hogy milyen a lefutása magának a programnak. A csonthártya programban sincs valós csonthártya sorvadás, viszont konfliktus aktív fázisban egy döbbenetes, szúró, égő fájdalmat fogunk a csonthártyán megélni. Az arcidegbénulás, sztia vagy stroke, ezek gyakorlatilag ugyanannak a konfliktusnak a különböző erősségű megnyilvánulásai, mindig a téma az, hogy bolondot csináltak belőlem. A szaglás elvesztése nagyon durva bűzkonfliktusnál indul be, amikor is valamilyen zavaró szagot ki akarunk iktatni, akkor azt a biológiánk megteszi, épp így a zavaró hangot is ki tudjuk iktatni, csak hogy az annak a frekvenciasávnak az elvesztését fogja okozni. A látás elvesztését is tudja egy nagyon durva párkapcsolati konfliktus elindítani, mert dühötten, szétválva látni se akarom többet ezt a nőt, vagy ezt a férfit, ez tényleg oda vezet, hogy elveszítjük a látásunkat. A cukorbetegségről mondtam, hogy egy egész webkonferencia rendelkezésre áll, és csak röviden, tömören, nem kell fizikai szinten ellenszegüljek valaminek, elég, ha érzésben nem tudok valamit elfogadni, nem tudok valamivel kibékülni. És nem akarom, hogy az történjen, ami meg fog történni, vagy ami megtörtént. Tehát nem tudom elfogadni mindazt, ami történt a kapcsolatunkban. Ehhez az ellenszegüléshez a plusz energiát az a cukor adja, amit konfliktus aktív szakaszban az inzulin blokkolásával történik, megoldásban minden a helyére áll. A mozgászavaroknál említettem, hogy az elakadt izomprogramok a lefolyásuk szerint lehetnek többfélék, és hogyha folyamatos a sorvadás, akkor féloldali izomsorvadás, amiotrofiás lateralszklerózis, vagy egyes izomcsoportokat érintő sorvadásról beszélhetünk, és ha blokkolom a mozgásnak a kivitelezését, mert halottnak tettettem magam, akkor szklerózis multiplexről beszélünk, illetve, mint mondtam, az állandósult mozgászavar függőgyógyulásban Parkinson-kort, chorea minort okoz, a visszatérő mozgászavarok a policiklikus lefolyással pedig epilepsziás görcsrohamokat. A szklerózis multiplexnek a lefolyásáról azért nem árt tudni, hogy a konfliktus aktív szakasz mindig egy izomgörcsöt okoz. A spasztikus azt jelenti, hogy feszült, görcsös állapotban van az izomzat. A megoldásban viszont az egész átmegy pegyhűt bénulásba, akkor már elernyedtek az izmok, de mondjam úgy, hogy puhák és melegek. Az epileptoid krízisben jönnek az izomrángások, majd a megoldás második szakaszában, ugye, amit úgy hívunk, hogy hegesedési fázis, a beidegződés az izomnak újra megkezdődik, és ezzel együtt nyilván fájdalom is lesz, de visszaépül az izomnak a tömege. Ne feledjük, hogy ha tudjuk azt,
hogy mi a konfliktus. Tudjuk a pontos diagnózist, mert nagyon sokszor a diagnózis, mondjam, az esetek 20%-ában téves. Hát ha konkrétan tudom, hogy én mit éltem meg, és az adott tünetek pontos választ adnak arra, hogy valóban én azt éltem meg, akkor nem kell elhinnünk azt, hogy kerekesszékbe kell kikötni, és csupán az oda vezető utat kellene átírni, átalakítani. Persze ez érzelmi átalakítás nélkül nem fog megtörténni. Ebben legyünk biztosak. A szklerózis multiplexből is van gyógyulás. A csonthártya a legbrutálisabb elválasztási konfliktus következtében érintett. És mint mondtam, konfliktus aktív szakaszban a csonthártyában egy széterjedő fájdalom lép fel, mintha ezer szúró tüskés hangya mászna a csontunkon. Persze ez alatt a végtagunkat hidegnek érezzük, hiszen a felhámban, a konfliktus aktív szakaszban éppenséggel hűvösséget fogunk megtapasztalni. Megoldásban az első részben ugye fordított jelenség, érzéscsökkenés lép fel a csonthártyában, viszont fokozott lesz az érzékenység a bőrben. Az epileptoid krízisben megint ugyanaz a helyzet, mint konfliktus aktív szakaszban, hiszen megint csak szimpatikus tónus fokozódás történik meg, tehát fokozott lesz az érzékenység a csonthártyában, ott mélyen, viszont csökken az érzékenység a bőrben. És ha ezt az egész történetet magányosan éljük meg, sőt, még azt is megéljük, hogy egy önleértékelést teszünk helyre, akkor bizony a csonthártya feszülése belülről újabb fájdalmakat indít el. Erről részletesebben a csontokról szóló, illetve a My Studenten néken az archaikus varázsdallamról szóló előadásban beszéltem. A faciális parézis vagy arcideg bénulás az arcizomzat beidegződésének a bénulását jelenti, és hát nyilván az arcunk akkor lesz érintett, ha azt élem meg, hogy bolondot csináltak belőlem, vagyis elveszítettem azt az arcomat, amit eddig én magamról kialakítottam. Valójában lehet, hogy csak az állarcunkat vesztettük el, amihez annyira ragaszkodtunk. Itt gyakran guttaütésnek is nevezik ezt a folyamatot, de valójában ez nem az a guttaütés, ami agyvérzésként is ismeretes. Itt fennáll a másodlagos, másodkonfliktusnak a veszélye, mert amikor azt látja valaki a tükörbe, hogy ilyen gyönyörűen néz ki, akkor megéli, hogy valóban elvesztette az arcát, és ez fenntartja a további konfliktusát. A szaglás elvesztése is csak arról szól, hogy egy nagyon erős bűzkonfliktus van a háttérben, tehát szaglással kapcsolatos konfliktust éltünk meg, és ahogy valamilyen gyanúra azt mondjuk, hogy ez már nem lehet igaz, és akkor blokkolva lesz konfliktus aktív szakaszban a szag érzetnek a továbbítása a szagló központban. És a megoldásban ez a szaglás visszatér. Volt szerencsém megtapasztalni a konfliktus megoldásával, érzelmi megoldásával a szaglás visszatérését, ami 2 éven keresztül nem működött, az visszajött. És ugyanez a helyzet a hallással, amikor valamit nagyon nem akarok hallani, akkor a biológiám figyelmeztet, hogy elindította az adott frekvenciasávnak a törlését, és ezért fogjuk megélni mindenféle fülzúgás, sipolás, vagy egyéb hangoknak a hallásával azt, hogy konfliktus aktív szakaszban érkezett egy hallással kapcsolatos konfliktusunk. Ugye a fülünket nem tudjuk becsukni, mint a szemünket, ha nem akarunk látni valamit, tehát itt
a hallás az adott frekvenciának a törlése konfliktus aktív fázisban elindul, de kapunk rá figyelmeztetést. A megoldási szakaszban pedig végrehajtódik, és az adott frekvencia sáv törlődik. Ide tartozik még az egyensúly elvesztése is, teszem azt, éppen a mai web, a mai konzultáción hallottunk olyat, hogy 43 évi házasság után a szeretett fél frekvenciaváltását úgy élte meg az életben maradt pár, hogy elvesztette a biztos támaszát, és ez a bizonytalanság érzése fogja elindítani benne a szédülést, és ez lesz az, ami egy párkapcsolatban a bizonytalanság megélése, ami különböző szédüléses tünetekhez fog vezetni. A szemről szintén volt már egy teljes webkonferencia, és csak itt két dologra hívnám fel a figyelmet, a vizuális elválasztási konfliktusra, ami a kötőhártyát, szaruhártyát, szemlencsét, illetve a makulát érinti a retinának azt a pontját, ahol legsűrűbben fordulnak elő a fényérzékelő sejtek. Nos, minél erősebb a vizuális elválasztási konfliktus, annál mélyebben hat, és ez csak annyit jelent, hogy eltűnt a szemem elől a szeretett párom, vagy ha családról beszélünk, a szeretett gyermekem. És amikor megérkezik, amikor viszont látjuk, akkor visszaépítjük a kötőhártya, szaruhártya, szemlencse, illetve a retinának az adott sejtjeit, ez mindig meg is történik. Kérdés, hányszor futtatjuk le ezt a programot, mert ennek biza következménye lesz. A szaruhártya szintjén a kúpszerű sejt, többletek, amelyek megtörik a fényt, és asztigmatizmust fognak okozni. A szemlencse szintjén a szemlencse átlátszóságának az elvesztése, amit szürkehályokként fognak diagnosztizálni. Itt pedig a meg nem oldott konfliktus az ideghártyán makula degenerációt okoz. De ha úgy érzem én, hogy a párom folyamatosan üldöz engem, ugye? Az üldözési konfliktus az az üvegtestet fogja érinteni, és akkor csőlátás fog kialakulni, ami egy teljesen normális biológiai válasz arra, hogy az üldözés során csak előre nézek, és találja meg a menekülés útját, ne zavarja mindaz, ami hátulról félelemként lebénítana engem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus előadást, és szeretném megköszönni minden kedves hallgatónak az eddigi figyelmet. Remélem, még nem fáradtak ki nagyon. És nagyon nagy örömmel tudok annyit mondani önöknek, hogy jövő héten meglepetéssel kedvezünk önöknek. Egy olyan meglepetés lesz, ami még nem volt, ami egy picit szakít az eddigi hagyománnyal és az eddigi germán gyógytudomány webkonferenciák stílusával. Ez egy rendhagyó lesz, ez a webkonferencia. Bizonyám. Egy nagyon-nagyon különleges megközelítési móddal fogunk kedveskedni önöknek. A témát azt nem mondhatom el, de azt hiszem, hogy aki ismer már bennünket, az külön örül ezeknek a meglepetéseknek. A jövő héten kevesebb lesz a betegséggel kapcsolatos hozzászólásán, még mindig germánygyógytudomány, és még azon túl, de tényleg elhallgatok, tehát nem kevesebb mondok lesz többet. Kevesebb lesz a sejt plusz és a sejt mínusz. De minden erről szól de a minden, végül is. Igen. Thank you.